lesz, megnyerjük ma? Meg, szerintem meg. Meg. Muszáj lesz. Szerintem nagy szükségünk lesz az előnyre. Szerintem is. Végjátékhoz. Úgyhogy szerezzük meg az előnyt. Jó, viszont szerintem tényleg ez az utolsó esélyünk ma, hogy összekapjuk magunkat egy kicsit. Mert mondogathatjuk azt, hogy nincsen baj, hogy elbuktuk az előnyt. Nincsen baj, hogy elbuktuk a Jokert. Most majd akkor dupla hátrányból meg tudjuk nyerni. De hiába mondogatjuk ezt, ugyanúgy baj van. Tehát, hogy van baj. Egyre kevesebben vagyunk, és fogyunk el. És mindig ez volt a válasz, hogy nincs baj. Majd megoldjuk úgy, hogy 8-1-ről megfordítjuk, majd 9-1-ről megfordítjuk. Nem kéne, hogy eljussunk ideig, hogy 9-1-ről kelljen fordítani. Meg nem kéne, hogy Jokerrel meg előnnyel álljanak oda a végjátékhoz, hanem össze kéne szedni egy kicsit hamarabb magunkat, és oda tenni úgy, hogy ne legyen kérdés az, hogy most meg tudjuk-e csinálni. Meg lehet kövezni most, hogy én ezt itt elmondtam, de én úgy gondolom, hogy ezen változtatni kéne, és tök jó lépés volt az, hogy Nóra felismerte azt, hogy nem ugyanaz a csapat, mint amikor ők bejöttek, és 2 hétig mindent megnyertünk. Igen, és igazad van, hogy van baj. És persze nem állhatunk úgy oda, hogy igen, és óriási baj van, és akkor azon keseregjünk, de úgy se, hogy majd holnap megcsináljuk. Hanem akkor... Ezt nem is mondta senki, hogy nincs baj. Tehát szerintem ez nem hagyta senkinek a száját, és semmi gond. Volt utalás rám, meg biztos, hogy így is mondtuk már. Hát akkor nem, vagy nem ilyen éles, tehát mondjuk akkor ne azon lavagunk, hogy van baj, vagy nincs baj, igen. Hanem akkor inkább azon, az a lényeg. Hogy jó, holnap megcsináljuk, jó, a következőt megcsináljuk. Csak ezt nagyjából ilyen síkon mondjuk. És akkor nekem a hétfői történésekhez pont ez vezetett, hogy rohadt nagy baj van. De akkor mondd ezt. Tehát, hogy én azért borultam ki, mert én is érzem, hogy baj van, és muszáj az ellen tenni. De hát nem az a megoldás olyankor, hogy egyedül, hanem egy csapat vagyunk, és akkor úgy kell megoldani. Sok mindennel egyetértek, amit Zozó mondott, ugyanakkor vannak olyan dolgok is, amivel nem teljesen tudtam azonosulni, mert például, amikor nem sikerül jól egy versenynap, akkor én nem csak azt mondogatom, hogy semmi gond, majd a holnap itt megcsináljuk, mert igenis nyilván az gond, hogyha az adott versenynap nem sikerült, és nem szeretném a szőnyeg alá söpörni, foglalkozni kell a problémával, mert úgy lehet megoldani. Viszont a következő versenynaphoz csak úgy lehet hozzáállni, hogy már pedig történt a múltban bárhogy is, történt aznap bárhogy is, a következő napot meg kell tudni csinálni, mert hogyha úgy állunk hozzá, hogy az sem fog sikerülni, akkor az nem sportolóhoz, nem versenyzőhöz méltó. És mi volt, ami a múlt hét előtti 2 hétben más volt? Új lendületet kaptunk a 2 új játékostól. Ott volt náluk 3 új játékos, és elhittük azt, hogy így most mi sokkal erősebbek vagyunk, holott nem is rajtuk hoztuk a legtöbb pontot szerintem, hanem a végjátékon, ugye, ahogy néztük, több pontot hoztunk a régi játékosokon. De ehhez csak azt kellett, hogy elhiggyük, hogy mi most királyabbak vagyunk. Szóval letoltunk már 90 napot, 18 van még hátra. Ezt csináljuk meg rendesen, és akkor itt tudunk maradni a tem. Ne hagyjuk már, hogy 80 végig menjenek, és akkor az összes versenyző döntőbe kék lesz. Hát igazából az az érdekes, hogy nem láttam ezt a meglepődően nagy motivációt a szemekben ezután, és legutóbb, amikor Zsoltival csináltunk egy hasonló motivációs beszédet, akkor az ugye 2 hónappal ezelőtt lehetett, akkor egy kicsit azért több energiát váltott ki a többiekből. Hát most annyira ezt nem láttam, nem tudom, hogy lesz ezután. Reméljük, hogy ettől függetlenül egy kicsit felébreszti a tűzt a csapatban. Köszönjük, hogy követtek minket! Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért
itt és itt tudtok jelentkezni.